Sziasztok! Akkor egy kicsit a zenéről beszéljünk. Pontosabban a gitárról, a gitározásról. Hogy ez micsoda, milyen tevékenység egyébként. Hát kezdjük ott, hogy ez nem egy támogatott tevékenység, mint más munkák, orvosi, vagy tanári, nem mondjam, hogy politikusi, ahol az állam az ember alányul, és az adóból úgymond elkülönítés ad. Tehát a művészetek tulajdonképpen a társadalom számkivetett részébe tartozik, mert bár szeretik az emberek azt mondani, hogy filmeket néznénk, vagy zenéket hallgatnák, és mindezt mindig általában úgy kapja meg az ember, hogy körülbelül semmit, vagy a semmihez tartó összeget fizetik érte. Itt gondolok az internetre, de akár a színházi egy is, ahhoz képest, hogy egy előadás költsége mennyibe kerül, bár a színház egy része államilag támogatott, más része szabad, és úgy, ahogy tud, megoldja a gondjait. De lássuk, mi van a zenével. Ott, ahol tegyük fel, hogy még csak nem is koncertezni szeretne az ember, hanem csak úgymond zenét szerezni. Mert van az, hogy az emberek azt hiszik, hogy a művészet az, amit értük teszünk, és nekik akarjuk ezt csinálni, az ő vágyaikat elégítjük ki. Ez egy teljesen téves megközelítés, mivel az alkotó általában a saját vágyait elégíti ki, nem a közönségét. Aztán, hogy ez egybeesik a közönség ízlésével, ez már a kompromisszum készségétől függ, hogy mennyire szeretne úgymond megélni ebből a dologból, és mennyire játszik a közönség kezére. Legtöbb zeneszerző ezt nem tette, vagy egy olyan támogatót keresett, aki megbízotta az ő tehetségével, és akkor támogatta a művészetét, és így volt ideje elmerülni ezekben a nem egyszerű kérdésekben, amik ugye a művészeten belül az alkotás folyamatában rejlenek, és amitől tulajdonképpen minőségévé válik egy alkotás. De hát a támogatás nélkül a művész kénytelen a hétköznapi gondjait is megoldani, így elveszíti azt a képességét, amit nagy nehezen megszerzett, ugye például egy hangszeresnél a kéznek a frissessége, vagy napi renden tartása, ami sokszor lehet napi 8 óra munka is, gyakorlás, ahhoz, hogy egy hangszer magas szinten birtokolva legyen. Közönségeből körülbelül semmit nem tud, nem érez, nem is szabad érezzen, ez igaz. Viszont az a gond, hogy a közönséget eltávolították a művészet valós világától, és mindent úgymond másodkézből kap, úgymond felvételeket hallgat. Legtöbb esetben. Legjobb esetben live-okat, most így mondjuk. Bekapcsolja a telefon, és azt mondja, live, nézzük meg live-ba. Néha nekem is mondják, és a koncertet miért nem közvetíted live-ba? Meg mit tudom, mert úgy néz. Hát semmi köze a live-nak, hangminőségben, térérzetben, úgy valójában alig-alig jön át valami a valós történetből, ami egy koncerten történik. És itt az a lényeg, hogy a koncerten ott van maga az előadó,
És ha maga az előadó, maga a zeneszerző is ebben az esetben, a koncert már történelmi értékkel is bír, mivel ezek a legritkább koncertek. Hogy miért beszélek erről? Azért, mert azt hiszem, hogy ez egy szükséges felvilágosítás kifelé a laikos közönség felé, hogy arra ösztökéljem, hogy azt a fajta művészetet, ami valós és kortárs, tehát hogy még élnek az alkotók, és amit ő úgy érez, hogy értékesnek tartja, tehát tetszik, és ő lájkolgatja Facebookon, az a lájk, az nem ér semmit. Tehát azt ne úgy gondolja, hogy akkor most tett valamit a művészetért az az ember, aki lájkolt, vagy netán kommentelt oda valamit, vagy tett egy szívet, vagy egy rózsaszínű, mit tudom, macit. Az semmi, az zéro. Az zéro. Mivel, hogy a pénzvilágában élünk, és egy húr is, én elmondom, mennyi egy húr, ma, és megpróbálom euróra át konvertálni, hát 10-14 euróba is kerülhet egy szett gitárhúr, ugye. Havonta kellene venni egyet, és ez csak egy minimális költsége annak, amit a gitárra ráköltünk, a hangszerre, a zenetechnikáról ne beszéljünk, ahhoz, hogy felvételek legyenek, webkamera, hangkártya, mikrofonok, mikrofon erősítő. Hát az összeg felmehet jó pár ezer euróra is, hogyha minőséget akar az ember. Ja, lehallgató hangfalak, monitorok, szoftverek, azok se olcsók. Tehát a kedves közönség, amelyik ott ül a monitor másik felén, és figyel engem, és hallgatgatja a zenét, és lájkolgat. Ez nem azt jelenti, hogy én nem szeretem, hogyha lájkolnak. Csak azt akarom felétek közölni, hogy aki teheti, ezt toldja meg egy támogatással is, ugyanis a honlapomon van bankszámlaszám, és arra lehet utalni, ki mennyit tud. Szóval köszönöm szépen. Ja, ne felejtsünk el zenét. Szóval. Thank you.
Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!